zenekar is. Feltáncoltuk mi, kettőzött. Na, Árpi, akkor mondd el. Nem mondd el, mit táncoltunk? Mi tudjuk mondani, mit táncoltunk? Mondd már végig, légy szület. Az ajtó még visszaáll a fenyegetés táncoltunk. Nem, olvasva van, és nincs a helyzés táncoltunk. Hogy miket táncoltunk? Csillarival kezdtünk. Eltáncoltuk mi, Bonyhadi táncszázban. Bonyhadi székely táncokat. Táncrend Bonyhadival nincsen, ezért táncokat egymás után táncoltunk. Kezdtünk Csillarival, majd Csárdás, Szidva következett. A hétfelés táncokból láthatták az ajtóig is még vissza. Kétfelé tapantós, Gólyás, Székes, Ádámé, Hármas, Harbahányos, eltűrött a rossz hazat, eddig vendégi omulattán, üdös vagy, és közben a zsidós is, amely kísér húszára sikeredett. És itt hallottunk? Hallották a Baltira zenekar 2006. november 18-án Gólyáron. És az Árpit is hallottuk. Kihajtottak bennünket a városból, és egy utcán a földhöz érkeztünk. Egymás mellett föl kellett sorakoznunk, és meg kellett fognunk egymás kezét. Akkor azt mondták a szerbek, hogy induljunk el a mezőnk belső felé. Egyszerre csak az egyik férfi, Polják bácsi, Ante barátom édesapja elkiáltotta magát, álljátok, még itt aknák vannak. De még ki sem mondta, már is agyon lőtték. Senki nem emelhette föl. Akkor elindultunk az aknamező felé. Életemben nem főtt annyira, mint akkor. Hiszen minden lépés az utolsó lehet. Legjobban apám miatt aggódtam, attól féltem aknám elé. Apám nem mellettem jött, ezt nem engedték meg, hanem tőlem, egészen messze a sor végén. A sor egy kicsit bepunkolódott, és valamennyire ráfogadtam.
arra a földre pillantottam, mert valami buckaszerűséget láttam, és attól féltem halknak. Abban a pillanatban hatalmas csattanás hallatszott. Valaki ott elrejtett. Én apám felé fordultam, de csak sár és vérfelhőt láttam. Papa! Kiáltottam, és eszemet veszve rohantam keresztül a mezőn. Akkor egymás után még néhány csattanás hallatszott. Félelmében mindenki el akart futni, de a szerbek még mindig mögöttünk álltak, és géppuska tüzet nyitottak ránk. Mindenfelé halottak és sebesültek embertek. Sokan szörnyen ordítottak, mert az apám szakította a karjukat vagy a lábukat. És akkor a szerbek hangosan jelentek a talmotorját, hogy senki ne kell hallja a lövöldözést és az ordítozást. És csak lőttek bennünket egészen addig, amíg senki nem mozdult a vízen a földön. Akkor elmentek. Én egész idő alatt visszafolytva a lélegzetemet feküdtem a földön, és mintha már az első sor tűzben eltaláltak volna. Azért is, mert megtaláltam a pályán kezdőt. Szégyen, hogy el tudod feledni azt, aki nemzet apádat és csupán anyádnak élsz. Minden tanácsra, melyet itt adsz én nekem, ő oktatott. Nincs egyetlen saját szavad. Válassz-e kettő közt. Bolondnak tartsalak, vagy béreit szándékosan feledted el. Imént mondtad csak, hogyha volna rá erőd, utálat, hogy nyíltan mutatnád meg nekik. És mikor apámért bosszút állni kész vagyok, te nem segítesz? Inkább visszatartanál? Nem párosul gonoszságoddal a gyávaságod? Tudasd velem hát, vagy tudd meg tőlem magad. Mit nyerhetek, ha jajlatásom szüntetem? Nem élek tán? Rosszul, de így is jó nekem. És gyötröm őket, mert a holtat ennyire megtisztelem. Hát, hogyha van még benne öröm. És te meg, te őket puszta szóval gyűlölöd. Tettel viszont, a gyilkosnak társa vagy. Én ő előttük nem hajolnék meg soha, ha megkapnám is minden tisztességedet, melyben ragyogsz itt. Hát legyen csak asztal a dúsan terítve, dobzódj, éld az életed! Nem kell nekem ez a tisztelet. És neked sem kéne józani. Lehetnél nagy nevű apádnak gyermeke. De légy anyádé. S hogy újnak látszom. Ne hidd. Valamelyik éjszaka megfájult a hasam, és ki kellett mennem. A folyosón a hálószoba mellett mentem el. Az ajtó nem volt becsukva, és az éjjeli szekrényen is égtek a lámpák. A nagytiszteletű püspök úr, tudod, aki azt mondja magáról, hogy ő a mostóhapánk, rajta feküdt a mamán. Inge fel volt húzva a sovány fenekén, és úgy lökötte magát, hogy rászkódott, és közben Istenhez fohászkodott, így, Istenem, ó Istenem! Most csapott be a villám. Remélem, a nagy templomot vitte a pokolba. Isten megbüntet. Ha az a hatalmas pöfeszkedő hólyag megbüntet egy ilyen nyezbert kis kukacot, mint Alexander, akkor pontosan olyan mocskos disznó, mint amilyennek elképzeltem. Psszt! A püspök úr a fuvaláját fújja. És közben azon teri az eszét, hogyan kínoszhatna meg minket. Ha mindhárman erősen arra gondolunk, hogy halljon meg, akkor biztosan meg is hal. De egyszerre kell kezdenünk. Egy, kettő, három, hallj meg, rohadt tök! Próbáljuk meg még egyszer. Egy, kettő, három. Szép.
Sanyi azzal vigasztalja, hogy ha majd legnő, megveri, elszabadja apukát és hoz egy zsákkarat. Azon már én is gondolkodtam, hogy kéne elverni apukát. De a zsákkarat nem jutott az eszembe. Nem is hiszem, hogy tudna hozni valamit.